Hétfő délután Fekete Dávid és Prédül Antal adta át a megújult Kávinista utcát itt Újvárosban. Az alpolgármester a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy bár egy nagyon komoly városrehabilitációs projekt zajlik a Kossuth utcán és a Bercsényi ligetben, mellette fontos, hogy a környező utcák fejlesztése is megvalósuljon. Így két éve a Sütő utca, most pedig a Kávinista utca rehabilitációját végezték el a szakemberek. Fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak a fő közlekedési útvonalak újuljanak meg a városban és itt Újvárosban is, hanem a lakóutcákra is tudjunk költeni, és itt is tudjunk valóban egy jó minőségű és élhető környezetet létrehozni. Ez a fejlesztés, amit a mai napon adtunk át, ez 60 millió forintba került, és a Kávinista utcának a teljes hosszában tudott megvalósítani. Azt gondolom, hogy ezzel biztonságosabb lett a közlekedés, és a parkolási helyzet is javult itt Újvárosnak ezen a részén. A mostani fejlesztéssel egy több évtizedes álom válhatott valóra. A beruházás során a teljes útszakasz új burkolatot kapott. A Kálvinista utcának a 190 méter hosszú szakaszát tudtuk felújítani, faltól falig építettük át az utcát. Ez annyit jelent, hogy kétoldali járda, aszfaltjárda épült egy kis zöldsávval, és egy lakóutca kategóriának megfelelő útpálya szélességgel és aszfaltút burkolattal. K-szegélyes elválasztása az útpálya mellett, és teljes egészében a régi útpálya innét ki lett merve, és egy teljesen új pályaszerkezet került kialakításra. A Kávinista utca kivitelezési munkálatai közben a Panonvíznek köszönhetően az ivóvízvezeték hálózat is megújult. A fejlesztések várhatóan nem állnak meg Újvárosban. Jelenleg az önkormányzat és az útkezelő szervezet vizsgálja, hol és hogyan folytatódhatnak a beruházások. A tervek között szerepel a Kávinista utca szomszédságában található kistér hasznosítása is.